Idén már 21. alkalommal rendezték meg a hagyományos Mikulás rallit, amelyre ezúttal is népes mezőn gyűlt össze. Ezúttal 15 R5-ös autót láthatott a Veszprém melletti területekre kilátogató közönség. Ráadásul a licensz nélküli párosokkal, valamint a tereprallis és autókrosszos pilótákkal kiegészülve közel 100 versenyautó állt rajthoz. A jó hangulatú viadalon a 2x3 szakaszból álló erőpróba a várt nagy küzdelmet és tizedekre menő csatát hozta, amelyből a tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is Ranga Péter és Szőke Tamás került ki győztesen. Jobb 33 kérdőjel, harmadikos, 250, szép, 250. Veszprémben mostanában úgy tűnik, hogy jól sikerül szerepelnünk. Tavaly is megnyertük a Mikulás rallit, meg idén az ORB futamot is, úgyhogy valahogy mindig szerencsénk is van, meg jól felkészülünk. Poénkodtunk is a Tomival az utolsó gyors előtt, hogy a 2/10 előnyünket beosztjuk a Robihoz képest. Érdekes, hogy teljesen lazán hoztuk ezt a tempót, meg nem feszültünk úgy, mint egy OB futamon. Az első körben a harmadik gyorsan csináltam egy hibát, ott megforogtunk, elég sok időt ott rajta vesztettünk, de alapvetően jól sikerült, meg tudtunk gyorsan és hibamentesen menni egyébként. Én azt gondolom, hogy a második körben hibamentesen mentünk. Én egy picit a várfalkai gyorságint hibáztam, ott szerintem egy másodperc körül benne hagytunk. Az egyik féktávot túl rövidre akartam, és kiestünk a ritmusból. De ez nem vesz semmit el a Ranga Peti győzelmének az értékéből, nagyon jól ment. Az első körben volt egy kis technikai hibánk, ami egy picit hátráltatott minket, főleg a jutaspusztán kaptunk ott a Petitől egy ötöst. Nagyon-nagyon jó versenyhétvége volt, nagyon élveztük. Azért, amiért jöttünk, hogy szórakozzunk, az megvolt. Szerintem jól ráfősen tudtunk menni, és fantasztikusan zárjuk ezt az évet. Nagyon-nagyon szoros volt, tényleg az utolsó gyorsági rajtjában is még tizedekre voltunk egymástól. Sajnos a Ranga Peti meg a Turán Fici tényleg az utolsó gyorsan nagyon-nagyon felszívta magát. Látszik, hogy beleadtak minden tapait, anyait a győzelemért. Mi is nagyon jól mentünk, nagyon pontosan, de nem annyira jó időt, mint ők, így a harmadik helyen végeztünk, de számomra ez egy nagyon-nagyon jó eredmény. Mi jól éreztük magunkat az autóba, és igazából tudtunk is magunkhoz képest is gyorsan menni. Voltak apró hibáink, a verseny szempontjában végül is egy elvárható eredményt hoztunk. Igazából ami kiemelkedő az, hogy tudtunk gyorsági szakaszt nyerni, ami ebben a elég erős mezőny volt azért az a Mikulás rally. Egy Murván egész jól tudunk menni ezzel az autóval egy első bánozóként. Ez a jövő szempontjából biztató.